Szerbusztok és üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a következő FIFA 23-as videónk egyikében, amiben draftozni fogunk elsősorban, de másodsorban megnézzük a csapatot, hogy miből állunk, hogyan állunk. Na most, ugye az előző pack openingben nyitottunk egy Danilo-t. Hát ő neki az értéke az hát 40k lett, 35 inkább. De egyelőre kipróbáltam Romero helyett, és amúgy nekem bejön. Romero pedig lement, most már lement azért ilyen 170k körül. De mivel új kártya, ezért még jobbnak érzem. Ezen kívül tegnap, nem hiszitek el, ami történt velem. Elkezdtem csinálni, nem tudtam, hogy 4 perc van hátra. A 90 plusz ikon, Food Birthday, Prime Icon, mit tudom én, milyen packet. Ez a kaká nem onnan van, ezt már láthattátok egy előző pack openingben, ő ennyi. Ő több mint 2 millió coin. Na de a lényeg az, hogy elkezdtem csinálni ugye a packet. És megcsináltam, és az volt a baj, kezdtem a legnagyobbal, a 88-assal, utána a 86-ossal, és maradt volna a 83-as. Olyan csapatot kellett volna csinálni, és bizony az idő lejárt, én meg beszoptam, mert nem, Alfred, nem tudtam, hogy le fog járni az idő. Szóval beletettem a nagy fodereket, és magát a pakot nem tudtuk megcsinálni. Na de utána jött egy ilyen 88 pluszos Hero, nem tudom milyen csomag. Ez most, ez május 1-én veszem fel a videót, ezt április 30-án csináltam meg délután. Most május 1-e van, de nem akkor fogjátok látni, hanem majd ilyen május közepe körül, előtt azért, előtt inkább előtt. Tehát fogjátok ezt látni, tehát hamarosan. A lényeg az, hogy megcsináltam eztet. Hát mondom, akkor már elkezdtem csinálni valamit, akkor csináljunk tényleg egy valamit. Ennek sok értelme volt. Na de, ugye, szépen megcsináltam, és jött ez a gyönyörű szép Park Ji-sung. Ő több mint, most a felment 600k-ra. Tegnap még 500 volt, szóval nagyon megérte szerintem. Nálam játszott igazából 4 meccset, 2 gólig jutott, az tök jó, hogy középpályástól, aki jól, nem tud rosszul védekezni, meg minden, nekem amúgy bejött. Bejött ez a kis lap. Jó, és emellett még tegnap, ugye volt coinom, és vettünk egy jó öreg Puskás bácsit, még szerintem, nem, fentébb ment a szára. Szóval én vettem 370 ezerért, és most van 381-ért kint egy, és 5 darab van kint, szóval őt nem volt egy rossz dolog. Hát mondom, veszek egyet, mert miért ne? Mert kerestem ilyen 300-400k körül támadót. Itt egy baby puskást használtam, aki azért már, na, hogy mondjam, nem volt rossz, nagyon jókat tud lőni, de már na, nem úgy mozgott, nem úgy, nem tudom, kicsit van gyengének érzett már ebbe a keretbe. És akkor mondom, akkor nézzünk meg, de annyira nagyon extra lapokat nem láttam. Nem láttam itt, mondom, akkor megveszük, és max bukunk rajta 30-40-50k-t, ha nem jön be, de eddig játszott nálam 3 meccset, 2 gól, 1 assziszt, tehát nem egy rossz kártya, szerintem eddig még nekem bevált. Szóval ővele gazdagodtunk, de bármikor el tudjuk adni. Szóval neki ez a sorsa, hát őt nem, Kudus nem próbáltam végül. Itót sem, visszatettem Wanderson, tehát oda kéne egy right wing, mert Wanderson 257 meccsen 34 gól, 78 assist, de legtöbbet cserébe jött be, szóval nagyon ezeket nem is lehet nézni ezeket a statokat, mert a 3-4 ennek csere, szóval amúgy meg van, mikor kurva jól mozog, van, mikor lehozta a meccset, olyan is volt, emlékszem rá, de amúgy meg, na, szóval, ja, rá ennyit tudok mondani. Kudusz most beteszem Noda Chemistry-vel, nem annyira éri meg. Szerintem nem sok értelme van, hogy betegyem, szóval oda majd kell nézek valamit, meg majd egy jó CB-t még. Azért Danilo még jó, de azért majd ő cserés lesz szerintem hamarosan. Bonucci amúgy. Amúgy ő nagyon, nagyon meg vagyok vele elégedve, 90 meccset játszott. Egy gólig jutott, egy assziszt, az szerintem jó. Amúgy mondjuk nem azt kell nézni a védőtől, de én meg vagyok vele elégedve átlagban, de Danilo egyelőre még jó. Ő még egy szűk hónapig, 2-3 hétig, ő még jó lesz. Danilo még biztos, hogy használható lap lesz, 2-3 hétig. Tud játszani right back-et, meg right wing back-et, de nem fog játszani, mert hát lám ott van. És lám azért nem rossz.
Láb azért nem rossz, hát 300k, tehát nem egy akkor extra. Nem egy akkor extra, de én meg vagyok vele, nagyon jól tud támadni, nagyon jól tud segíteni támadásra, hát 90-es passz, 89 futás, tud lőni, defje is nagyon jó, dribblingje is van, 4-4 a pali, ugye? Nem, 4-3, bocsánat, de amúgy meg ahhoz képest, igaz, nincs gólja, de 12 asszisztja van, tehát azt mondom, segíti a támadásokat egészen jól. Ami van gólja, csak nem olyan játékmódban, amit számít. Nem olyan játékmódban, amit számít ezek szerint. Hát pedig aztán van neki gólja, na mindegy. De asszisztja, asszisztokat néha osztogat. De inkább vele szoktam felmenni. Ő neki több asszisztja van, tehát Alexandroval szoktam felmenni. Hát 5-5-3 a csávó, ezért is 23 asszisztja van, van két gólja is. Igaz, 197 meccs alatt, de egészen jó kis statisztikák. Pogba pedig 283 meccsen 51 gól, 42 assziszt. Egyelőre még jó alap. Kaká, van mikor érzem, van mikor nem, pedig 5-5 amúgy, mert alap az jó, csak én valamiért nem tudom. Van mikor érzem alapot, van mikor nem. 133 meccsen 78 gól, 57 assziszt. Tehát amúgy statban nem olyan rossz, de nem a legerősebb szerintem. Sonina, ő vele vagyok úgy, hogy mostanában mióta most megvette ezt a puskást, a Sony, meg mióta megvan Park Jisung, a Sony olyan, mintha kapott volna egy Excel, tehát egy 80-as lapról felmentük volna erre a statra. Úgy érzem, tehát 632 meccsen volt, mindbekezdő szinte, mióta megvan, ő itt van. Úgy van 142 gólja, 193 asszisztja, piros lapja még nincs, ugye 8 sárga lap, nem akkora extra az a stat, de na, nem tudom, mit mondjak. Másik puskás adat, a esténk is volt már annyi mindenki, hogy ez a puskás amúgy kurva jó statjai vannak ahhoz képest, hogy rengetegszer volt. Ebből a 375 meccsből rengetegszer csak csere volt. Tehát az minimum, hát legyen 200 plusz meccs, amit ő lejátszott kezdőként, de úgy, hogy általában azért lelecserélgettem nagyon sokszor, tehát maximum 100 meccset, ha ő végigjátszott, 100 körül, amit játszott kezdőként, meg van azért ottan jó sok, az a 175 lehet, hogy van csereként. És ahhoz képest 250 gól, 117 assziszt, teljesen jó. Teljesen jó a pali. Kipróbált úgy ezt a Olisét. 90 meccset játszott, 7 gól, 17 assziszt. Azt hittem jobb lesz, de nem. Nekem nem vált be annyira, szóval így néz ki egyelőre a csapat. Itt vannak a cseréink, hát Pavlidis szoktam mostanában, nem, azt hiszem a lőtt gólt Pavlidis. A 89-es puskás helyet behoztam, 7 meccs, 5 gól. Jó, még brutál fel vannak húzva ezek a lapok, és 70. percben behozom, ráállok egy ataktra, és akkor nyomatom vele, akkor jó amúgy. De szuper számnak egyelőre még jó. És így kb. Ennyi. Ennyit tudok most elmondani a csapatról, így állunk, hát nem azt mondom, a legjobban állunk, de cserébe legalább. Nem is állunk annyira rosszul. Gyors csapatbemutató után jön is a draft, közben véletlenül megállítottam a felvételt, természetesen, szóval nem probléma. Jön is a draftunk draft tokenből, azért fogok nyomni most draftot. Ez szerintem egy olyan draft lesz, hogy azt választunk ki, akit akarunk, hogy hát ha dob valami csomagot, abból pedig valami jó játékosokat. Hát szerintem amúgy kipróbáltjuk ezt az 5-2-2-1-et, nem tudom miért, próbáljuk ki szerintem. Nem tudom, még sose próbáltam. Gyorsan bekezdünk egy Ronaldinho-val, nézzünk egy CM-et. Kevin De Bruyne egyértelműen, right wingbe pedig. Nem más jön, mint Na most itt több opciónk is van. Nem a Messi-t fogjuk kivenni, hanem a Best-et, még nem próbáltam. Hát Kamavingát kivesszük, biztonsági kártyaként. Egyértelmű szerintem itt a választás, close lesz. Utána nézzük a kapus pozíciót. Tudom, lehet nem a leglogikusabban lépek. Hát itt amúgy lehet egy Ter Stegen, Chilwell, ő jöhet, right wing back-be pedig nem más mint, itt lenne a legérdemesebb amúgy, Saliba egyértelmű, Matata Saliba, ahogy Nessai mondaná. Itt kipróbálhatjuk mondjuk amúgy a Koulibalyt is, vagy a Fofanát is kipróbálhatnánk, de inkább legyen a Fofana, de Blanc egyértelműbb. Amúgy eddig nem rossz a draft, nézzük a másik kapusunkat. Jó, végre, jó, oké, rendben. Mike Grant kivesszük.
left backbe nem adott nagyon senkit, vagy left wing backbe akarom mondani. Hát, kiveszük a Thiagót esetleg csereként. RVB-ket, az a baj. Zambrottát hiába tesszük be, nem tesszük be, mert az jó, left wing backbe kéne. Bárki. Kiveszük a Robertsont, és ha úgy van, betesszük a Robertsont oda. Hát az itt lényegtelen, kit veszünk ki. Remélem még ad be egy jó CM-et. Például őt, nem, amúgy nem. Indifferent, kit veszünk ki. Hát egyelőre nem a legjobb lapok. A right wingbacket azt ad. Nem nagyon akar adni semmit. Hát kivesszük őt. Most úgy is őt veszük ki, jó. Roncánk van, ha baj van. Benzi. Nagyon jó. Right wingbackeket ad, de mindent ad, csak azt nem, amit kell. Itó. És az utolsó lapunk, hát középpálya, az Kamavingával marad, úgy látszik. Úristen, Messi, baszki, az igen. Messi, húha. Nem lett gyenge itt a vége. Na, Itó jön ide. Messi a legnagyobb rating. Ide. Ez így fog kinézni most, gyerekek. Hát nem a leggyengébb draft azért. Jó lett volna a Chivel helyére valaki. Nem rossz eddig ez a draftocska. Eddig egy menedzser az jó, hát akkor ő lesz. Ad egy kis kemit. Nem lett rossz a draft szerintem, amúgy nézzük is rá, vessünk rá egy pillantást. Szerintem jó. Fél időt Brestékkel meg a német támadónkkal elnyomunk. Kb. Vagy meglátjuk, hogy milyen szar lesz a palacsintába, de hát ez a formációtól nem sok mindent várok, mert életemre nem játszottam vele. Szóval itt nem tudom, mi a meta. Szóval, de komolyan mondom, nem tudom, mi a meta. Megnézzük, hogy mit tudunk kihozni. Szerintem, ami jó lenne, elmennénk vagy két winning, azt most aláírnám, és akkor oké is lenne az egész történetünk. Gyönyörű, szép csapat ellen fogunk játszani. Best, meg őt is lepróbálgatnám azért. Best sem lehet egy nagyon rossz. Nem cseréltük le Chilwellt. Mindegy. Majd akkor most. Ha lő egy gólt, Núñez volt? Majdnem. Nem baj, akkor most cserélünk gyorsan egyet, mert azért egy 82-es lappal ne szaladgáljunk a pályán, hanem muszáj. Meg volt az első helyzetünk, csak hát nem egy. Benzema állt a labda, nice. Nyilván. Hopp, az majdnem. Máig nem, gyönyörű. Jó, ó, Dinyója van neki is, csak ki tudja, milyen Dinyó? Hoppá, máig nem. Gyönyörű. Nagyon szép. Jó. Ez is majdnem szép volt, de csak majdnem. Az a Veron nagyon meg tud futni ottan, az gól lesz most. Azt hitted, hogy kijövök. Amúgy az ellenfél egyelőre Inger erősebb, mint én. Ilyen szó, nem tudom, hogy van-e. Az baj, megint vele kell elrugni. Kicsit... Ó, penálti! Nem, szabad rugás. A Dinyóval, labda mögött Dinyóval. Betekeri? Az nem lesz jó amúgy. Ó, hát az rém szar volt. Az nagyon gyenge volt. Lesérült Ronaldo, az mondjuk jó nekünk. Neki nem jó. Klossz gyönyörűen megfut, gól! Nagyon szép! Nem, ez hihetetlen jött ez a gól. Egy labdavesztés, egy pár mozdulat, és már bent is vagyunk, szóval... Kapu közelében sokszor járunk, csak... az a német szamunk végzi el, ez a... hetes messzámba lévő, akkor az nem nagyon jó. De viszont Klossz jól megoldotta. Majdnem bekaptuk az egyenlítőt, de hál' Istennek nem. Hát jobb lenne azért legalább egy win megcsinálni. 6-ot védett máig, nem? Nem vagyok büszke magamra. Amúgy. Szóval... hát ez a... ez az emberkénk, ez a... Neuhaus, ez nem a... az évembere, de most hozunk olyan cseréket, ami... szerintem segíthet nekünk. Dinyó marad, így. Azért ott most fent egy új szintet lépünk. Csak éreztem, hogy még a játék elején nem kell, hogy ne fáradjanak le addig sem az emberkéink. Jó, az nem volt les talán. Az penálti, bizony. Kedves Alexander Arnold, hát... ne lökjél minket. Blank végzi. 99 penálti? Az igen, az mondjuk komoly. Középre, gyönyörű, szép, ennyi. Tudom, hogy nagyon geci a középre rúgás, utálom, de... nagyon, nagyon
ezt szoktam csinálni általában. Lehet behozom Ronaldo-t. Nem mozok én senkit be. Újjaj, ajaj. Ronaldo a brazil, mit csinál? Összes haja kihullott a gyereknek, ez igen. Jön a német, jön a német, jön a német. Jön a német, de megy is a német, kapufa az anyját. Benzema gól, gyönyörű. Ott van nullára játszva, 69. percben, ami már 70-nek számít. Jó, 3-0, hát szerintem ez megvan gyerekek, ez már meg kell legyen. Dinho. Dinho! Ez ki is lép. Ez ki fog lépni. Köszönjük a részvétel, vagy cserél, az is lehet. Nem. Én nem mondom, hogy nem lehet visszahozni 3-0-át. Megvan az első winning közben. Én nem mondom, hogy nem lehet visszahozni, mert láttam már csodát. Hogy a 72. percre úgy vissza lehet hozni azt a 2-3 gólt, hogy... Az ellenfelünk nem más, mint Rio to Goti legyni. Aztán olvastam el. Annyira nem extra tímje. Nem mondom, hogy rossz. Nem mondtam, de úgy látom, hogy cserélni is fog. De akkor ezt mi is kihasználjuk. Chillvel akkor most nem fogsz játszani. Nagyon sajnálom. Azt pedig mellé szabad, hogy itt. Így pedig a Maigran bácsié, aki leteszi szépen Robertson az első labda érintés. Hát 5 percet bent áll, de még nem érhetett labdába sem. Nagyon szép, ez a visszahúzunk kicsit, utána passzolunk csel. Átvesszük lábra, hát az valakiben megakadt, azt gyorsan passzoljuk, én már ott álltok rajtam. Megetetjük, megetetjük. Segít, segít De Bruyne. Azt nem et... De Bruyne, De Bruyne, gyönyörű! Megetettük, megetettük, De Bruyne picit hossza megtolta, de nem tudta átvenni, olyan hossza megtolta. Ott maradt De Bruyne belőle, ennyi, 1-0, 1-0, gyönyörű. Ha valami kis pakkot, kis gyenge tocs, vagy valami jöjjön. Hát egy-egy viszont, Pelé végítse ezt az egész pályát, ez van. Ezt kell szeretni, de amúgy egyelőre én még mindig jobban érzem a mi játékunkat, többet vagyunk a kapuk körül. Ezt most Ronaldinho oldalát erőltetjük nagyon. Arnold, jó volt a blokkocska. Alovairán, hát gondolom 99-es pace-szel nem sok mindent várunk, hogy ezt utol is fogjuk-e érni. Alovairán, gyönyörű, máig nem rossz irányba vetődik. Hamar, hamar, hamar visszajött az ellenfél a mérkőzésbe, és Hulit majdnem befejeli. Nagyon kell ügyelnünk. Csak hát nincsenek olyan nagy embereink bent. Megint tud fejelni, csak megint belért valaki. Ez most gól, én már láttam, mikor jött a labda, hogy ez most gól. Blank valamiért elment előle. Hulit egyszerűen brutálisan tudja fejelni a szögleteket. Ez pedig egy szabálytalanság, jól lenne kiállítanák. Piros lap Hulit? Mi a szar? 94-es Hulit volt. Jó, akkor most nem fog fejelni. Piros lap az ellenfélnél hirtelen jött. Hirtelen jött bizony, passzoljuk, csak lesz éppen azt magunknak. Az igen. Ezt pont így terveztem. Ez arra jó, hogy most visszaszerezzük. Most azt se tudják, hol vannak, mert meglepődtek. Hiányzik egy ember, még a formációt nem volt ideje átállítani. És ebből mi pedig szerzünk egy gólt, mondjuk. José Sá. Csak elintéztem azt a telefon, de Pelé sajnos ez be fogja rúgni. Ott a szám fogja elhibázni Pelé. Pelé bácsi berúgta, hát ez a telefonhívásnak egyértelműen mondom, a kontroller nem volt a kezembe. Még van visszaút, talán. Cruyff. Az nagyon rossz. Azt, ha berúgja, akkor halottak vagyunk. Penálti. Az bizony penálti. Ezt, ha berúgja, akkor elkövetjük a végig a meccsnek. Középre, okosan, szép. 1-5 gyerekek. Én nem tudok mit csinálni ezzel a mérkőzéssel, sajnos. Messi. Benzema. Üresen. Egy távoli. José Sá kivédje a szemünket. Na most pedig José Sá védje. Tehát ez a baj, ez a FIFA. Egyszer ez, egyszer azt. Tehát egyszer ide borul a mérleg, egyszer oda. Ezért után nem olyan, hogy nem borul a mérleg sehol. Ahogy tudtok játszani, úgy. Úgy fognak jönni a golok. Az a baj, a FIFA nem erről szól. Sajna nem.
1-6, gyerekek, innen már biztos, hogy nincs visszaút. Tehát ha eddig lett volna visszaút, akkor innen már biztos nem lesz. A Touré is jön. Máig nem most semmit nem csinál, gyakorlatilag semmit nem csinál. Alaba. Bernardo. Jó, az Cruyff mellett elpasszolgatjuk, simán. Jó, szép. Indul Messi, papa, Messi. Gyönyörű. Jó, hát beakad, én mondtam, hogy én mindig megérzem, ha van el... Hogy mondjam? Játszok egy fél időt, kapok 3 óra, de én általában érzem, hogy én amúgy jobban játszok, vagy... Értitek? És szinte mindig bejön, hogy valamilyen úton, maur utána nyerek. Tehát 3-4-re visszahozom, 3-5-re, tehát... Van, érzem, hogy mikor vagyok jobb az ellenfelemtől, csak valamilyen neki billent a mérleg, amit vagy kihasznált, vagy nem. Meg általában érzem, hogy még a játék ad egy gólt. Tehát én annyira ismerem a játékot kb, hogy érzem, hogy mikor fog adni még egy gólt, vagy mikor nem. Most megmondtam, hogy még egy gólt fog adni, adott is egy gólt, itt van. 2-7, valamennyivel szebb lett az eredmény, Pelé egyértelműen a meccs egyik legnagyobb embere lett. Nem teljesítettünk valami jól, De Bruyne amúgy 2 gól. Az nem rossz, ez De Bruyne, ez jó. Pelé 3 gól, Alouayran 1, Hulit 1, szép, jó teljesített az ellenfél. Nézzük meg a statisztikát, itt látszik, tehát nézzük meg, 16 lövés, 15. Expected goal 3-9 neki 4-1, ehelyett 2-7 lett a meccs, tehát összesen összeadjuk amúgy, akkor kijön kb. A gólszám, 4-4, ott van az majdnem. Save 1-7, itt látszik a statisztika, ilyen mikor a másik oldalára billen egyszerűen a mérleg, és akármit csinálsz, úgyse fogsz nyerni, tehát ennyi. Hát ha még adna valamit, akkor örülnék, még akkor azt mondom, hogy megérte draftozni, de ingyen volt, szóval én amúgy mindegy. Csak ezt mondom, hogy érzem inkább, hogy mi a gyengeségem, mi az erősségem. Általában azért szoktam érezni, és érzem azt is, hogy mikor van még esélyem. Már tudom, hogy semmi esélyem, akkor abban hagyom, most a videó kedvéért nyomtuk le. Hogy legyen anyag, mondjuk lett anyag rendesen, szóval azt össze kell vágni, de kaptuk a gólokat. Csak kíváncsi voltam a statisztikára, hogy hogy állunk. Na ez a pakke esetleg még valamit jelenthet, de nem, még bordos sem, még egy 83-as sem jön ki. De legalább egy pár coin az be fog folyni. 2-3 ezer coin be fog folyni, meg egy pár goldlap. Na de nektek megköszönöm a figyelmet, a következő videóban találkozunk, addig is. Sziasztok!